rád néz és messze jár. Gondolatban csak arra vár, hogy a zenének vége és újra beszélhet. Sziasztok, Lizanka vagyok. Az előző videómban már beszéltem néhány szót a közlekedésről. Ma ezt szeretném egy kicsit bővebben kifejteni. Számomra a közlekedés olyan, mintha prostatikus vagonjelc költeményeit kellene hallgatnom egész nap. Aki ismeri a Galaxis utikalauz topposoknak című trilógiát, mely mellesleg 5 részből áll, illetve már 6-ból, az pontosan tudja, miről beszélek. A szülők pontosan tudják, hogy egy autista gyermekkel milyen nehéz közlekedni. Ez a felnőtt autistákra épp úgy érvényes, legyenek a spektrum bármelyik végén is. Először is a tervezés. Ha ismeretlen helyre kell mennem, akkor már napokkal előtte böngészem a Google Maps-et, megnézem a BKV-nak a menetrendjét, hogy próbáljam megtalálni a lehető legideálisabb útvonalat számomra. Próbálom kitalálni, hogy mennyi idő alatt fogok odaérni egyik helyről a másikra, hogy hány percet kell várnom arra az eszközre, amire fel akarok szállni, ha esetleg az az eszköz éppen nem jár valami oknál fogva, akkor mivel tudom helyettesíteni. Ami még szintén nagyon fontos számomra, hogy szeretek pontosan érkezni. A pontos megérkezés, illetve az előbb megérkezés funkciója nálam az, hogy az ismeretlen helyet egy kicsit feltérképezhessem. Némi megnyugvást ad, hogyha már valamilyen szinten benyomást kaptam a helyről. Nagyon fontosak számomra a megszokott útvonalak. De azt hiszem, hogy ezzel sok autista így van. Legyen az kocsival való közlekedés, vagy tömegközlekedés, vagy akár csak gyalogközlekedés. Ha valami közbe jön, például egy felújítás, egy átépítés, egy elterelés, az nagyon komolyan ki tud billenteni a nyugalmi pontomból. Maga a közlekedés eleve sok energiát vesz el tőlem, hiszen amint felszállok egy járműre, és ott emberek vannak körülöttem, olyan információ gazdag környezetbe kerülök, amit az idegrendszerem eléggé nehezen tud tolerálni. Mire beérek a munkahelyemre, elfáradok. Ezt azzal kompenzálom, hogy adok magamnak egy 5-10 percet, amíg csendesen elvonulok, és megpróbálom rendezni magam. Ha az utazásom valami miatt eltér a megszokottól, akkor sokszor sajnos egész napra kihatással van rám ez az egész élmény. Magyarul úgy dolgozom végig a napot, hogy folyamatosan stresszben maradok. Emiatt természetesen többet is hibázom, bár igyekszek nagyon odafigyelni, de a nap végére teljesen használhatatlan leszek. Ez a gyerekeknél ugyanígy igaz, csak őket ugye iskolába viszik, óvodába, egyéb foglalkozásokra. Ha nem zökkenőmentes az utazásom, akkor sajnos a tájékozódási képességem is kárát látja ennek. Magyarul ott is eltévedek, ahol egyébként minden gond nélkül kiigazodok. Gyerekkoromban például, bár kisvárosban nőttem fel, ahol egy darab buszjárattal kellett az iskolába mennem, illetve onnan hazajutnom, nagyon meg tudott zavarni az a tény, hogyha nem ugyanolyan színű busz jött, vagy nem a megszokott sofőr érkezett, pláne, ha még ki se volt téve a tábla, hogy hova megy ez a busz. Ebben egyébként az a furcsa, hogy abban a megállóban semmilyen más busz nem állt meg, csak az, ami hazavitt. Emiatt volt, hogy annyira beszorongtam magától ettől a váratlan eseménytől, hogy nem mertem felszállni, és sokat vártam. Mivel vidékről beszélünk, volt, hogy másfél órát is a következő járatra. Mivel nagyon ragaszkodom az adott útvonalakhoz, és ezt felismertem, kifejlesztettem magamnak egy olyan trenírozást tulajdonképpen, hogy amikor elindulok otthonról, megpróbálok más útvonalakat is igénybe venni, mint amit megszoktam. 8-10 féleképpen eljuthatok a metróhoz, de igyekszem tudatosan legalább 2 naponta másik útvonalat választani. Ugyanis azt vettem észre, hogyha 5-6-7-8, stb., tehát ha sok napon egymás után ugyanarra megyek, akkor ha bármi miatt el kell térnem ettől az egy darab útvonaltól, ez olyan mértékben megnyomja a szorongás szintemet, hogy onnantól kezdve már magán a járművön is sokkal nehezebben viselem el a rám zuduló ingertömeget. Ha van egyéb ötletetek erre, vagy bármiféle közlekedéssel kapcsolatos, könnyítő technikátok, kérlek írjátok meg nekünk itt a videó alatti komment lehetőségeknél. Sziasztok!